utazom, mivel van időm, így most úgy döntöttem, hogy villamossal, és egy jelentős sétával teszem meg a távot, vagyis hát nem olyan jelentős, egy kis sétával, villamossal és sétával teszem meg a távot. Időben elindultam, mert semmiképpen nem akartam elkésni. Egy régi hagyomány nálunk, ahol most menni fogok, így összességében, nem konkrét a maga a helyszín, de majd mesélek. Amit most... Amit most látnak itt, az valójában egy... nagyon szép képe van a kamerának, és nagyon... Köszönöm, erre készültem, sose láttam még élőben, csak képeken, és évek óta bakancslistás volt, hogy élőben lássam végre ezt a fényt. Nagyon komoly, ilyen teleoptikája van ezek. Igen. Nagyon jó. Mondjuk azt, hogy elszennyeződ, és itt kell hagynia. Nem, megszerzünk neked. Nem. Róha, ahova most tartok, az a kutatók éjszakája, és ez a úgymond régóta hagyományos program nálunk. Egészen kicsi kora óta a gyerekeket hordom, tehát amióta csak lehet, hordom őket kutatók éjszakájára. Bár én magam is egyébként inkább humán beállítottságú vagyok, de érdekelnek a természettudományok, a reál mérnöki tevékenység, tehát hogy így sok minden érdekel. Így aztán a gyerekeket is igyekeztem mindenféle programokra elhurcibálni magammal, a tudományok széles skáláján mozogtunk. Itt mindenféle témákban, elektronikától kezdve, biológián át, fizika különböző területein, rengeteg felé, élelmiszeripar is volt még. Mindenfelé mentünk. Jó, ez egy gyalogos. Rossz helyen jövök, oké. Át kéne jönni. Na, inkább megállok. És tulajdonképpen ez úgymond a megszokott program, hogy járunk minden évben a kutatók éjszakájára. A konkrét helyszín egy kicsit, ami különleges, ahova most megyünk, meg hogy jutottunk el ide. Eddig ugye én mondtam régebben mindig a gyerekeknek, hogy menjünk kutatók éjszakájára, menjünk, de most már tavaly is a kislányom, aki most már középső leány, és már nem is olyan kicsi, ő vetette fel, hogy menjünk, és hát az idén is így került elő, hogy ő vetette fel, hogy menjünk, úgyhogy ez mindenképpen örömhír, hogy azért valami ragad. És ahova megyünk, az különösen érdekes, miután néztük a programokat, észrevettük, hogy ott van atomreaktor látogatás, itt ugye az egyetem oktatóreaktorán lehet megnézni, mindjárt ott vagyok. Ami ugye azért érdekes, mert nekem az atomreaktor látogatás, meg így a Cserenkov effektus, Cserenkov sugárzás, az ilyen bakancslistás. Tehát ugye láttam sokszor képen, hogy ilyen szépen kék fényben dereng, ugye ez a... Akit érdekel, megnézheti Wikipédiá, hogy mi ez. De hát élőben sose láttam. És amikor elindult a csatorna 2017-ben, akkor én csináltam egy ilyen próbát, hogy összeszedjünk elég embert, mert egyébként szabadon látogatható a reaktor, ha egy csoporttal mész, össze tudsz szedni egy csoportot. Úgyhogy én próbáltam egy ilyen csoportot összerántani annak idején, de akkor még nagyon-nagyon kevés feliratkozó volt a csatornán, szinte milyen 400-an voltunk. És akit pedig érdekel és jönne velünk reaktort nézni, az jelentkezzen az a videó alatti elérhetőségeken. No, gomba felőtt nem ígérhetek, de egy izgalmas látogatást mindenképpen. Sziasztok! Így aztán ez a csoport nem jött össze, úgyhogy azóta sem voltam a reaktort megnézni. És nagyon jól tudta a kislányom, hogy szeretnék menni, hogy megláttuk akkor, hogy van a programban, akkor azonnal jelentkeztünk is rá. Majd egy pár nappal később jött az e-mail, hogy hát valami adminisztratív tévedés történt. Gondolom nem sikerült követni a létszám, mondta a jelentkezők létszámát, nem sikerült követni. És túljelentkezés okán sajnálják, de mi ebből kiestünk. És hát most jön a másik örömhír, hogy a kislányom ezek után nézegette folyamatosan, hogy esetleg van-e üresedés, visszamondás, mert tudta, hogy én mennyire szeretném megnézni. És hát az történt, hogy igen, volt. Úgyhogy rögtön le is foglalta. Úgyhogy ez dupla öröm, két öröm egyben. Egyrészt, hogy érdekli egyáltalán ez a kutatók éjszakája program még mindig. Másrészt, hogy hát
ez azért valahol egy nagy pozitív visszajelzés, hogy figyelgette, hogy hát a felszabadul, és akkor apának lesz program. Úgyhogy hát én most oda tartok gyalog, 15-15-kor indul a program, nem tudom, lehet-e forgatni úgy egyébként, illetve hát az is problémás, hogy lesznek ott más, más nézelődők, tehát az ő személyiségüket is tiszteletben kéne tartani, úgyhogy igyekszem majd, ha lehet, és tudok forgatni, akkor valamit forgatok, és akkor lesz valami kis content is benne ebbe a videóban, nem csak pofázás, hát ha nem tudok, akkor marad a pofázás, lehet irigykedni, de egy biztos, aki szerette eljönni reaktort nézni, az vagy nézze jövőre a kutatók éjszakáját, időben még tudjon jelentkezni a programot, azt amúgy is ajánljuk a kutatók éjszakáját, vagy pedig letölthető onnan alap, és mármint az egyetem kutatóreaktor oldalról letölthető a lap, össze kell szedni egy csapatot, be kell jelentkezni, és akkor el kell menni megnézni. Itt van, aki mindezt megszervezte. Már hogy mégis itt lehessünk, ő a icipici középső kislányom. Úgyhogy, hát bölcsész létére atomreaktort fogunk nézni, hát ez nem probléma. Én is való bölcsész hát vagyok. De én meg matek tagozatos lettem. Igen, szóval. Tehát azért mondom, hogy ő is ilyen bugos lett, hogy egyszerre reálos és humános. Tehát ez a humánosok között reálos, reálosok között humános. Tehát ez a... Sehol sem vagyunk otthon. Na, várunk most. 15-15-kor lesz ebben a beengedés. Nem késett el. Korábban itt volt, úgyhogy... Sőt, korábban, mint te. Korábban, mint én. Én mindig bolyongtam, mint golyafos a levegőben, aztán végül Google Maps-el megtaláltam, melyik ez. Igen, csak be kellett írni Google Maps. Jó, de én próbáltam, épület. Hogy megpróbálom anélkül. Hát, de ott is vannak kín ilyen táblák. Igen, az alapján elindultam, akkor meg azok ritkán vannak. Elindultam, és akkor láttam, távolodom, jó, akkor az nem jó, a másik irány, akkor amarra távolodtam. De nem helyezted el magadat? Ott van még pont is, hogy hol vagy. De elhelyeztem magamat, de inkább a végén a Google Maps-hez fordultál. Jaj. Kijöttünk. Na, különösen videózás nem lesz, mert azt kérték, hogy hát... Azt kérték, hogy ilyen kamera ne látszódjon, meg biztonsági berendezések ne látszódjanak. Aztán én nem akartam, hogy emberek látszódjanak, úgyhogy igazániból fényképek lesznek. Egyedül a reaktor belsejében készült egy videó, hiszen ott se kamera nem látszik, se ember. Úgyhogy egy rövid videó, meg egy-két fénykép. Sziasztok! No. Nagyon érdekes jelenség, ugye mindig azt tanítja, meg a skifiben is van, hogy nem lehet elérni a fénysebességet, tehát bizony itt az elektronok gyorsabban mennek, mint a fénysebessége, csak annyit kell még hozzátenni, és akkor mondom természetesen az igazságot, hogyha az a fénysebesség, elmondjuk, hogy ez a fénysebesség, amit itt az elektronok átlépnek, az persze a vízbeli fénysebesség, ami csak 230.000 km másodpercenként, és nem 300.000, de nem a vákumbeli fénysebesség valóban hatássebesség, tehát azt mi sem tudjuk átlépni.